2009. októberében még más idők voltak. Akkor még épp csak megérkezett előző év végén a Facebook Magyarországra, és ez egy új löketet adott a magyar mémeknek. Ősszel egy nagyon különös videó kezdett el terjedni a platformon. A magyar népmesék legendás rajzfilm sorozat egy epizódja egy elképesztően vicces szinkron paródiával. Babi néni, itt a bauxit, önmagának csináltam, de szép bauxit. Honnan van? A videó instant hatalmas láger lett a magyar interneten, és kisvártatva kiderült, hogy bárki is készíti őket, van több is, a sorozat két további résszel Bárány Attilával és Farkas Bercivel folytatódott. Úgy fázok, hogy életveszélyesen, szara szétdögögyöződök a fájdalomtól, a fájástól, a hidegbe. Mit tegyek én ezzel a Farkas Bercivel? Aha, megvan, főzök neki 80 liter teát, és majd jól megkínálom vele. Na de ki is ez a Dandó Zolika, akinek a nevével jelezve voltak ezek a videók? Miért tűnt el, miután ezeket megcsinálta? Eltűnt egyáltalán? Nos, nyilván sejthetitek, hogy nem tűnt el, csak ez egy mellékprojekt volt, és tudtátok, hogy amúgy nem ez az egyetlen sláger, ami az ő nevéhez köthető? Két évvel ezelőtt például a Valmár Úristen című számának a dallamát is ő írta, és amúgy rengeteg magyar énekes albumán gitározott, lépett fel élőben velük. Na szóval, göngyölítsük fel ennek az embernek az életét, meg ezt az egész Babi néni témát az Unibet támogatásával a Netlegendák következő epizódjában. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. Kezdjük egy kis érdekességgel. Azt tudtad, hogy a magyar népmesék sorozat amúgy egyáltalán nem csak Magyarországon volt népszerű? Janko, dices biti tajko, cse spasiti princezu. Rengeteg környező ország fordította le a saját nyelvére a meséket, és az ott élő gyerekek ugyanúgy azt hitték, hogy ez csak az ő gyerekkorukra specifikus emlék, ez az intro dal, mert hát egy gyereknek honnan kéne tudnia, hogy a tévében lévő mesék honnan jönnek. És milyen érdekes, hogy ez mennyire gyakran előfordul, hogy átlépsz a határon, és egyszerűen tök más a média, amit az emberek elérnek. Ez bizonyos szempontból a mai modern streaming szolgáltatókon egyenesen frusztráló is lehet, például egy külföldi nyaralásnál, hogy nem tudod folytatni a sorozatodat, amit Magyarországon elkezdtél. Na pont ebben viszont tud segíteni a mai videó szponzora, a Surfshark. A Surfshark VPN segítségével virtuális privát hálózaton keresztül el tudod rejteni az IP címedet, tehát a mindenféle webhelyek úgy látják, te más országokban vagy. Ez, ahogy említettem, tökéletes arra, hogy a streaming szolgáltatók különböző országbeli, különböző kínálatához hozzáférj, persze előtte érdemes tájékozódni a szolgáltatóknál ennek a legalitásáról, de egy csomó minden egyébre is jól lehet. Segítségével például sokkal kedvezőbb áron foglalhat szállást vagy repjegyeket, hiszen ezek az oldalak is a helyadataid alapján változtatják ajánlataikat, és még sok egyéb helyen amúgy jobb árak kaphatsz VPN-nel. Ráadásul a Surfsharknál egyetlen regisztrációval bármilyen és bármennyi eszközre csatlakozhat, szóval az egész családnak elég egyszer előfizetni. A Surfshark Premium szolgáltatása, a Surfshark One pedig kifejezetten a biztonságodat figyeli, akár azzal, hogy elrejti valós személyazonosságodat, akár azzal, hogy konkrétan antivírussal is rendelkezik. Ráadásul most a bükideni kóddal 4 ingyen hónapot kaphatsz regisztrálásnál, bátran ajánlom, hogy tegyetek próbát ti is, megtaláljátok a linket a leírásban. Dandó Zolika 2009. október 5-én töltötte fel csatornájára az eredeti verzióját a Babi nénis videónak. Ha esetleg létezik olyan ember az interneten, aki sose látta volna, nézzük azért, miről van szó. Fogta az eredeti Jankovics Marcell féle magyar népmesék kőleves epizódját, az eredetiben ugyebár jön egy szegény katona, akit elküldenek mindenhonnan, mondván nekik sincs kajájuk és nem tudnak neki adni. Ő meg fog egy szerencsétlen öreg asszonyt és azt mondja, főz neki kőleves, de hát a kőlevesbe kér egy kis zsírt, egy kis kolbászt, egy kis zöldséget, meg akkor már rizsát is, mert milyen finom lett a leves. Na, ezt a klasszikus mesét fogta Dandó Zolika, Dandó Zoltán, bocsánat, zolikázom, mert amúgy mindenki zolikázza az interneten, még ő is magát, szóval, bocsánat, hogy így mondom, ez nem ilyen tiszteletlenségből van, és egy zseniális tájszólással utószinkronizálta. Azonnal hozzon Babi néni egy köcsögöt, és kiválasztom én akkor melyikben lesz az meg, főz a gyönyörűségesen, okosan, Babi néni az összes köcsögét elehozta mindenhonnan. Abba főzöm meg, mondta a katona, és kiöntötte a lelkét Babi néninek, aki elközben háttal tangharmonikázott egy kicsit. Onnantól kezdve
nézve, hogy felkerült, tényleg egy futótűz volt a magyar interneten. Mindenki megosztotta mindenkivel, de ha ez nem lett volna elég, minden hírportál, kultúr vagy bulvár vagy ilyesmi rovata cikkezett róla, és konkrétan még a Bocskorék reggeli műsorában is lejátszották, mert nyilván kép nélkül, szóval ezt nem teljesen értem, hogy ez hogy működik rádióban, és ha valaki az interneten nem találkozott volna vele, akkor legalább így biztos. Már közvetlen 2009 novemberéből találtam több olyan blogot is, akik fogták és csak simán begépelték az egész szöveget egy posztba. Nem tudom, hogy ez ilyen SEO dolog volt, vagy tényleg volt ekkora igény arra, hogy ha valaki épp a videót nem tudja nézni, akkor legalább szövegben olvassa mindig. Az eredeti feltöltés amúgy már nem elérhető, és bizony ez még egy érdekes pont lesz a sztoriban, hogy pontosan miért is lett letörölve, de a webarchívum adatai alapján annyit tudunk erről az eredeti YouTube linkről, hogy már egy évvel a feltöltés után is 1,5 millió megtekintés volt rajta. Azóta pedig már az újra feltöltések is 1 millió megtekintés fölött járnak, és akkor még nem is beszéltünk még azokról a más platformokra feltöltött példányokról, amikből szintén sok volt akkor Facebook videó és hasonlók. Ezeket tényleg csak azért mondom most el, mert értenetek kell, hogy ez tényleg egy brutálisan nagy vírus videó volt. Talán a magyar mém történelem legvirálisabb videója. Szinte mindenki idézte, és gyakorlatilag már nem tudsz elmenni mondjuk egy bauxit bánya mellett, hogy ne röhögj egy kicsit pusztán azon, hogy létezik ilyen kő. A Dandó Zolikának még két hasonló paródiája van, az Angyal bárányok és a Kismalac és a Farkas című mesékből. Az első nyilván a Bárány Attila vagyok DJ, a Palaszban vagyok rezidens mondat névén lehet legismerősebb, a másik pedig, hát Farkasos talán a legkevésbé ismert a három közül. Én megmondom őszintén, totál elfelejtkeztem róla eddig a videó készítéséig. Egy kis apró részlet azok számára, akik figyelnek vagy ismerik a sztorit, hogy igazából én most az elmesélésemben kiemeltem a Babi néni videót, hiszen tagadhatatlanul az lett a leghíresebb a három közül, viszont valójában amúgy nem ez volt az első. Legelőször az Angyal bárány került fel, de Dandó Zoli elmondása szerint ezek mind már jóval korábban készültek, barátoknak mutogatóba, és ők győzködték, hogy töltse már fel, ossza meg a világgal. Amikor az elsőnek jó lett a fogadtatása, arra feltöltötte fel a Babi néniset, a Farkas Berceset pedig már az első kettő népszerűsége miatt készítette, és ahogy ezt egy interjúban elárulta, ő pont ezt a harmadikat szereti a legjobban a három közül, ezt érzi legelkészültebbnek. Az a legszebb, amit szerintem ezekben a paródiákban, hogy a szinkron paródiák többsége abból áll, hogy fognak az emberek valami ártatlan filmet vagy sorozatot, és telepumpálják káromkodással meg alpárisággal. És nyilván láthattátok a Narancs Tetves és Dugó paródiákról készült netlegendát, ott is elmondtam, hogy ezzel alapvetően szerintem nincs baj. Nyilván az alpáriság és a káromkodás is tud vicces lenni egy megfelelő kontextusban. Viszont ezek a magyar népmese paródiák meg sem próbálnak trágárok lenni. Van persze valamilyen szinten alpáriság benne, nagyon idézőjelesen, hogy próbál oda nem illő lenni egy népmesébe, de alapvetően amúgy egy rohadt szofisztikált nyelvi humor az egész. Az összenem egyeztetett igék és ragok, az össze-vissza ízes megfogalmazások, a rejtett részletekbe mást belelátó szóképek teszik viccessé. Ez a magyar népmese paródia nem úgy vicces, hogy ezt bárki el tudná készíteni. Lássuk be, egy káromkodós, alpári, kiabálós szinkron paródiát nagyjából bárki el tudna készíteni. Ez a magyar népmese paródia viszont nem úgy vicces, hogy ezt bárki más is meg tudná csinálni. Ezek mögött tényleg egy nagyon kifinomult humorérzék van, nagyon intelligens viccek, ez az, ami számomra ezeket a videókat magasan kiemeli a magyar mémtermésből. Nem abból csinálunk viccet, hogy valaki szerencsétlen hülye, vagy alkoholista, vagy szegény, vagy ezek kombinációi, mint a magyar mémek túlnyomó többsége, lássuk be. A vicc tárgya itt az, hogy egy tehetséges ember nagyon vicces dolgokat talált ki, és az előadás módja is vicces, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez szerintem mennyire értékes. De hogy így tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy azok, akik ezt a videót nézik, hányan lehetnek, akik tényleg soha nem hallottak erről, vagy ilyesmi, mert a megtekintési számokat és a reakciókat elnézve, tényleg ez az a videó, amit szerintem minden internetező látott már élete egy pontján. Dandó Zolikának pedig hozott néhány lehetőséget. Tök vicces, hogy amúgy én annó ezeket valamilyen nem is hallottam róla, vagy lehet, hogy csak erre sem emlékszem, de volt egy szállás.hu reklám ugyanezen a módon. Megmondom neki, hogy van egy ilyen jó kis szállás lehetőség a Babi néninek, hogy lemenjünk a szállás.hu jelleggel. Megmondom én a Babi néninek, hogy kotrodjon le velem bárhova nyaralni, otthon pedig nem maradjon azzal a kendős fejével, na. Sőt, a gyárfesztiválnak is volt egy reklámja ugyanerre a mintára. Lászott valami nagy hatacáré meg mulatság? Ha nem mond ma, ha mi lesz otton? Horribilis indokatlan mennyiségű fellépő lesz azonnyák, kovász, ki, meg a feta, valami ír mafia, fitness ellenes legények, famkos finucci, azt a étszáncségét, lepődött meg Babi néni. No de. Ahogy mondtam, Dandó Zolika eredeti feltöltései eltűntek az internetről, és bár ennek a pontos okát amúgy nem tudjuk, de azért
lehet róla sejtésünk, hogyha ismerjük ki ő és olvasgatunk vele interjúkat. Na de akkor végre tényleg térjünk már rá arra, hogy amúgy ki ez az ember? Dondó Zoltán 1978. június 8-án született Budapesten, Dondó Péter legendás jazz-basszus gitáros fiaként. Nyilván apja zenei kötődései miatt nagyon fiatalon találkozott a zenével, és már 10 éves kor óta gitározik. 18 évesen ment a Kőbányai Zene Stúdió első évfolyamában rockgitározást tanulni. És ha bármilyen magyar zenésszel beszélgetsz, Dondó Zolikát szinte mindenki ismeri. A 90-es évek óta session gitáros, ugye azokat hívjuk így, akik szóló előadók lemezein, koncertjein kísérik őket zenével, és több együttesben is szerepelt. Bárhol olvasgattam róla, olvastam vele interjúkat, úgy fogalmaznak róla, mint a magyar popzene svájci bicskája. Ha valaha hallottál magyar zenét, ugye az elmúlt 30 évben, szinte 100%-ig lemerem fogadni, hogy hallottad a gitárjátékát, vagy valamit, amit ő írt, vagy ő hangszerelt, vagy ő producerelt. A diszkok szerint 251 különböző lemezen vett részt, főleg nyilván gitárosként, de mellette hangszerel, producer is. Tényleg, ha végigmész a listáján, a teljes kora 2000-es évek magyar popzenéje ott van. Hooligans, TNT, Baby Gabi, de baszki, ő hangszerelte az Ergo Csikidám albumát is. Vastag Csaba, Oroszlán Szonya is bebe, több filmzene, például a Papírkutyák, vagy az Egy Szoknya Egy Nagy Drág, és persze tévében is dolgozott sokat, sok minden közt például az X-Faktor zenei alapjait is ő szerezte. Mondom, szinte mindenki ismerte Dondó Zolikát az iparban, mindenki dolgozott vele, és hogy mások véleményét olvasom róla, mindenki nagyon nagyra becsülte a tehetségét is. És most épp nyilván a legutóbbi nagy szerzeménye, bár nyilván már ez is 2 éve volt idén nyáron, a Valmar Úristenje, ahol bárhova néztek, bizony az ő neve szerepel a zeneszerzők között. És nyilván mindezek mellett tagadhatatlanul humoros ember. Ez a másik, ami egyértelműen lejön minden háttérben készült videóról, interjúról, közös stúdiótúrokból. Ha valaki nem ismerné a magyar népmese paródiákat, akkor is láthatná, hogy Dondó Zolika egy eredendően vicces ember, aki minden szituációban megkeresi az épp odaillő szóviccet, azt az elvont gondolatkapcsolatot, ami vicces lehet. Azok számára, akik személyesen ismerik őt, dolgoztak vele, egyáltalán nem meglepő ez az egész népmese paródiás dolog. Hát ez Zolika személyiségének a része. Nem véletlenül buzdították őt a kollégák, hogy töltse fel ezeket a videókat, ossza meg az internettel, mert ugyanúgy, ahogy a gitár tehetségét nem szabad eltitkolni, ez se lenne szabad. De aztán egy kicsit ez, talán mondjuk úgy, hogy fordítva sült el számára. Említettem már, hogy az eredeti feltöltések eltűntek Dondó Zolika a saját YouTube csatornájáról, de van itt még egy felirat ezen a csatornán, ami említést érdemel a csatorna leírásában. Az oldalt ezentúl a saját videóimnak tartom fent. Köszönöm. És egy másik sokatmondó idézet egy 2010-es Népszabadság interjúból, ahol főleg a magyar népmese paródiákról kérdezték. A zenészt egy dolog bosszantja csak, hogy a netezőket egyáltalán nem érdekli, ki is ő és mivel foglalkozik. Teljesen közömbös nekik, hogy ezeken kívül milyen más videókat tölt fel a YouTube-ra. Pedig a gyűjteményében több terabájtnyi olyan klip van, amelyet a 80-as évek óta nem vetített a magyar televízió. Ő maga meg 20 éve gitározik, vagy 150 lemezen játszik, Zsédától a TNT-n át az Emberek zenekarig. Ez kis beillesztés, ez nem az interjú, az én vagyok. Ugye régen még 150 volt, azóta eltelt egy pár év. Saját rockbandája a Machine Mouse. A session zenélés mellett hangszerel, például a Hooligansnek vagy az Ergónak, és dalszövegeket ír. Az övé például a Micsoda Nő ez a férfi, és az Egy Bolond Százat csinál. Próbáltam amúgy én is felvenni vele a kapcsolatot, vagy hát az sikerült is felvenni a kapcsolatot, viszont interjút leszervezni az nem akart menni. Nyilván amúgy igen, nagyon elfoglalt emberről van szó, de ezekből az interjúkból azt is éreztem, hogy ő nem feltétlenül örül 100%-osan annak, hogy őt ennek kapcsán vagy erről akarják kérdezni, és szeretné egy kicsit maga mögött hagyni. Egyáltalán nem érzem, hogy szégyelné, vagy hogy baja lenne vele, vagy hogy ne lenne büszke. Persze ezekről amúgy most is a videó készítés előtt megkérdeztem, viszont az úgynevezett labzárt elég sajnos nem érkezett válasz, úgyhogy nem akartam már többet zaklatni őt ezzel. Összességében azt gondolom, hogy Dondó Zolika elképesztően meghatározót alkotott a magyar média rengeteg területén, és a híres Babi néni csak egy a sok közül, és baromi érdekes, hogy az ő nevét miért nem ismerik jobban vagy többen az interneten, annak ellenére, hogy mondom, a munkásságát szerintem konkrétan mindenki ismeri valamilyen szinten. Szóval ez a videó egy kicsit ilyen igazságot Dondó Zolikának, és ismerjük el, és hallgassuk a zenét, meg nézzük az alkotásait, mert szerintem egy nagyon ritka együttállás, hogy valaki ilyen tehetséges legyen, ilyen sokfajta dologban, és megérdemli a figyelmünket, nem csak úgy, hogy a háttérben dolgozik a dolgokon.
De tényleg várom kommentekben azoknak a jelentkezését, akik soha nem látták a magyar népmesék paródiákat, és végignézték Dandó Zolik a diszkográfiáját a Discogs-on, és ki tudják jelenteni teljes 100%-ossággal, hogy soha nem hallották zenéjét se, mert szerintem ilyen ember konkrétan nem létezik. És ugyanőket szívesen látom a Discord szerúr is, aminek a linkje van a leírásban, és mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek ilyen Twitch-en, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.